Sziasztok srácok, én Starkők, és a Crew 2-vel fogunk játszani, vagyis pontosabban a The Crew 2-nek a zárt bétájával. Ugye az első részével azért egy jó ideig játszottunk, jó ideig lekötött minket, aztán kicsit feledésbe merült, és hát hamarosan érkezik a következő része, és hát ha rendes játékkal nem is biztos, hogy fogunk játszani, mert nagyon drága lesz, de a zárt bétát mindenféleképpen megnézzük. Amit egyből láthattok, amivel a Crew 2 többet fog adni, hogy itt már nem csak autóval, hanem repülővel és hajóval is lehet majd versenyezni, úgyhogy nagyon komoly. Először játszom a játékot, tehát jóton volt zárt alfa is, meg ilyenek is voltak, de azokat nem próbáltam ki, meg ott nem is voltam bent, úgyhogy most egy abszolút egy ilyen első látásra videó lesz így a Crew 2-ről, és akkor, ez én vagyok, Choose Your Rising Star. Hát ez nem tudom kicsoda, úgyhogy inkább menjünk itt versenyzőt választunk. Milyen bölcseleteket írnak nekik oda. Mindegy, jó lesz ez. A return, hold on to, okay, a returned. Ami amúgy az enter. Jó. Welcome to the city that never sleeps. In this event, you'll see New York taken over by racers in a way you never could have imagined. It's not just a city, it's a playground for the best pilots and drivers of today and tomorrow. Érdekesen hangzik. Live Extreme Series. Meg is kapjuk ezt a Porsche-t. Meg hát. Ott van, jobb lent van a térkép. Most kaptuk egy térképet. Hopp! Hát rajta vagyok az előttelő! Jézusom! Gyerünk. Oké, a Camarót megelőztük. Én nem a Camarót kaptam. Kérdezhette volna nyugodtan. Az irányítás nem is olyan rossz. Nem tudom, hogy Space-el? Nem, Space-el fékezek. Hiszem a sima klubban ott, az egyben ott nem volt Space-el. Talán fék, hogy be kellett állítani, mert nem emlékszek rá. That's how fans flock to them. And that's what it's all about, right? Become a racer, steal the show, and see your follower numbers soar. Hogy versenyzünk, csinálunk ilyen showt, mi az ilyen mutatványokat, vagy tehát szórakoztatjuk az embereket, akkor nőnek a followerjaink. Jól tudom, ez ahhoz lesz majd jó később, hogy ezzel oldunk fel talán versenyeket, vagy valami ilyesmit. 194-en néznek, és most ez segít? Speaking of soaring, get a load of that jump. Jézusom! Ne! Megpattantam valamiben. De ettől kaptam egy kis follower bónusz. Mibe pattantam meg? Ott valami besodródott elem az előttem lévő autóktól. Ott ez pont meg volt. Utol kell őket érni gyorsan. Gyerünk. Kicsit lemaradtam. De szép ez a Porsche. Jól néz ki amúgy a grafika, nem tudom, hogy fullon van, nem nagyon valószínűsítem, hogy igen. Aha, és most nőnek a followerjaim. Most nem csináltam túl nagy trükköket. Ez nagyon megy. Extreme? Hagyjad be, hát egy tiszta eredet? Talán abba volt ez, hogy így meghajlították a teret? Hogy nézett? Azt láttatok, hogy behajlotta itt? Na menjetek már, ez... ez jól néz. Ez az elemet miért nem használták még egyik játékban sem? Ez király. Van nitro a hajón, gyerekek! Hát ne szórakozzatok! Nagyon veszélyes. Még ez is jól néz ki amúgy. Te nézi, amúgy belső nézetbe tudok menni hajóval. Hopp. Ugratunk egyet, hups. Én váltottam ki kamerával, nem tűnt ki automatikusan. Már 745 followerünk van, hát a valóságban is ilyen könnyen menne. Mindenki ezt tolná. Gyerünk. Megelőzöm. Oké. Ugrassunk, hogy legyen több követőnk! Igen, jött is bőven. Viszont megelőztek, már lelassultunk az ugratás közben.
Nektek nem kell követni, ti is ugrálgassatok egy kicsit velem. Nem tudtok megnézni. Hú, már itt jönnek repülők közben amúgy. Elég könnyű ennek az irányítás igazság szerint. Balra is jobbra lehet menni meg előre. Jó. Között. Megint váltás lesz, mennyibe fogadunk. Ott, mint hogyha emelkedne előttem a cucc. Hopp. Lesz a finálé, Na kíváncsi vagyok, hogy a crewba hogy fogják megoldani most, hát hogy kell majd irányítani a repülőt. Dupla via SD-re vajon? Abba van vajon nitro? Oké, hogy húzom fel a gépet? Hogy húzom fel a gépet? It's simple math. The more followers you have, the more followers you'll get. Sign on with your first. Nem bírom felhúzni a gépet. Megtaláltam. Jézusom, gyerekek, hát le vagyok maradva, mint a borra való. Nagyon nehezen megtaláltam. Hát ezt így elrejteni? Hát ez borzasztó. Na, ezt majd biztos le kell cserélni. Jézusom, így irányítani. Az a lényeg, hogy a jobb oldali shift-tel és kontrollal tudom fölleirányítani a gépet. A gyerekek, vagy 20-szor meghaltam, mire megtaláltam ezt a két billentyűt. De ki az, aki erre gondol? Őszinte, ki az, aki ezt beállítja? Jézusom! From the heart of New York City, this was the Live Extreme Series, episode 1. Thank you for watching, and remember to follow us on all social media. Megkapom a Porsche-t, léci. A repülő nem kell, mert azt nem tudom még irányítani. Hát kell állítani a repülő irányítását, mert borzasztó, gyerekek. Sejtettem, ettől kicsit tartottam, hogy a repülő irányítása nem lesz olyan egyszerű, de hát... mindegy. Ezt rendesen nézzük el. Cool, it is official, my friend. We have made the big time. We're still gonna have to prove ourselves, but that's more than fine. You know, we got the right stuff. There's so much to try. Boats, planes, all kinds of cars. It's like the world's biggest buffet menu, and we're gonna take a bite out of everything. Remélem, lehetünk egy autót. Ez is de jól néz ki. Láttam, hogy vannak ilyen különböző is. Motorozás is van, meg ilyen sivatagokban, meg esőerdőkben, mit tudom, ilyenekkel lehet majd versenyezni. Ez nagyon király lesz. Kíváncsiak, mekkora a pálya. We've got four ways we can get this puppy rolling. It's your pick. Szóval akkor ekkora. How do you want to start? Hozzá a szintet a crew amúgy. Igen, és akkor itt mit tudok csinálni? Offroad trial. Mondom ezeket kipróbálni. Street racing. Ha? Próbáljunk már ki egy offroadot. Tökre kíváncsi vagyok rá. Rally. Tök mindegy. Play. Kapunk bucksot. Ugye a bucks az ilyen. Hát az itt a fizetőeszköz talán, nem? Azt hiszem az a fizetőeszköz, ma majd meglátjuk. Kis offroadozást hey kipróbálunk. I'm Wade Park. Maybe you've heard of me. Tiszta Dakar. And this is my show. I'm looking for someone interested in racing off the beaten track. And I'll loan you a ride. Remélem az ő kocsiját kapjuk meg. What is it? Take the keys, my friend. And we'll find out. If you win, you keep the car and get a shot at running some real races. You lose, I take my ride back and it's so long. But you're not gonna lose, are you? Huh. I didn't think so. Azt nem tudom, remélem semmi extra-t nem kell csinálni, csak versenyezni. Azt a rohadt! Mi az árnyékával versenyzek? Van benne nitro? Hogy néz ki ez belülről? Ups! Azt a rohadt! Raptor! Jaj! És persze még megdob egy picit, hogy izgalmasabb legyen a sztori. Hol nem tudja, hogy merre kell menni? Satszperköbő? Hát úgy arra. Azt rohadt, de jól néz ki. Bár azért a crush fizika az megvan persze. Kaktuszt el tudom menni? Ó, simán. Úgy tűnik, mint valami fogpiszkáló ez a kaktusz. Nem baj, itt nem is azon van a lényeg. Hogy realisztikus legyen.
vannak ilyen tippek. Tudta shift-el nitrózni, mint hogyha én nem jöttem volna rá. Balos! Erre nem? Aha, így be! Mik ezek a nagy zászlók amúgy? Nagyon menő. Hopsz! Új! Jobban jártam volna az ugratóval! Csatt! Ah, jó, szépen! Szépen lecsattattunk oldalra! Na igen, ez a kulcs fizika. Csak megmutattam, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Gyerünk, nem láttam az árnyékát. Az bőven mögöttem jön. Jó. Nekünk adhatná a kocsiját. Elfogadnék egy ilyen Fordot. Nem azért a 20 füléről. Semmilyen autóm nincs. Nem tudom, hogy a zárt béta most mennyi mindent tartalmaz. Mi tudunk, azt most pár dolgot kipróbálunk. Hát, hogyha a közepén ott nem szórakozok, ez 2 perc lehetett volna. Ah, és így, aha. De tulajdonképpen a followers az olyan, mint az XP, hogyha úgy nézzük. Hát ugye akkor fejlődök, meg akkor lesznek új cuccaim, hogyha minél több followerem van. Érdekes. Offroad family. Mik ezek az áttűnések? Nagyon olyan egyszerű és nagyszerű. Amúgy. Well, look who it is. You've made your bones. Now you belong here. So welcome to this little slice of off-road paradise. You'll find everyone here. Mudders, mountain climbers, and winners. And I'm betting that last one's what you're gonna be. That fool's Tucker Morgan. Though everyone calls him Tuck. He thinks he's number one around here, but we're gonna show that tree hugger just how wrong he is. He likes to ride out and explore. Lots of folks around here do, which is their mistake. They ought to be focusing on racing instead. But their loss is our gain. Yours and mine. And like I said, you can go to the shop and pick up the car that's waiting for you there. Call it an investment in your future. The rest of them there, those you have to earn. Na, megmutatták nekünk itt az offroados részt. Ó, rukirevel. Igen, és akkor itt mit tudok most csinálni? Get your rally vehicle. Ez ingyenes ez a kocsi. Most kajak sétálok? Egyben nem igazán lehetett kiszállni. Ezt tudom test drive-olni. Ezt tudom szelektelni. Ez a három kocsi van csak. Túloldalra is át tudok menni. A helikoptert akarom. Get to the chopper! Man, it would be great to go up in that. But you could see all kinds of amazing stuff. Fura kicsit a, így a kamerának az irányítása. Ez free vehicle. Erre viszont nem ír ki semmit fölötte. Na, nézzük meg ezt a kis bugit. Jó, hogy itt... Aha, van 9000 pénze. Ezt így ki tudom választani, hogy Humvee-m legyen az elején? Nem, hát ezek 135-be kerül. Milyen autók vannak, azt figyeljétek. Úgy a Camaro. Jesus. Vannak itt azért árak. Ah, itt vannak a motorok. Mi van akkor, hogy... És a legelső az ingyenes lenne? Aha, ő az ingyenes. Aha, ezt tudom leokézni. Select, hát color, hát abban sincs túl sok. Jelenleg ugye nem tudunk semmit sem nagyon customizálni rajta. Egy hatalmas Red Bull reklám lettünk, gyerekek.
És akkor már tudunk menni ilyen versenyekre. Aha. How'd you like to earn a little cash just driving around? This magazine asked us to take some photos. You can see what they want in your photo album. It's not mandatory, but the way you roll looks like easy money. A Los Angeles, a street racinget azt még felszeretném oldani. Nézzük meg azt, hogy ott milyen autók vannak, arra kíváncsi vagyok. Oh, itt egy X5-ös BMW. Look what we have here. The name's Latrell. I'm sort of like the unofficial welcoming committee for the street racing family. We tune our rides, show them off, and race. If that sounds like something you want in on, you gotta show me something. I'll loan you a car, but you gotta do the driving. If you win, you're one of us. Just remember, a car's a loaner. Don't scratch it. Versenyezzünk egyet. Megkapjuk meg a Porsche-t, mi? Áh, tudtam, hogy a Porsche-t kapom, és nem választhatok. Lássuk. Menjünk egy kicsit közelebb a többiekhez, mint a végén itt lemaradunk. Hopp! Lehet túl közeli volt. Ugye a crew amúgy hozza a szokásos szintjét, tehát ugye aki realisztikus autóversenyzős játékot akar, ugye látni a crewból, az rossz helyen tapingat azért. Tehát ez sosem arról szólt, ez inkább kicsit ilyen élményautózás akar inkább lenni. Tehát ez nem annyira realisztikus. De igazság szerintem hozza azt, amit kell neki. Az, hogy ez annyi pénzt, amennyit majd kérnek érte, megére, azt így még nem tudom. Nézgetik el a játékot meg. Gondolom Cruise Bait alatt nem lesz benne minden tartalom. Bár franc se tudja. Ugye általában ilyenkor ilyen csökkentett tartalommal megy a játék, hogyha ezt külön megcsinálják. Most elsők vagyunk. Hát jó, hogy még az elején mondjuk könnyűek a versenyek. Nyilvánvalóan nem is tudom, hogy lehet esetleg nehézségi szintet választani. Ezek még nem a nehéz versenyek itt az elején. Ez még nekem is megy. Nagyon vissza kell rázódom, én nem tudom mikor, a GTA-ba szoktam egyedül autót vezetni, ott meg teljesen más, mint itt. Jó. A zenék amúgy első körben nagyon királyak. A grafika sem utolsó. Úgyhogy... meglátjuk, érdekesnek tűnik ez a játék így elsőre. Meg tetszik, hogy nem csak amúgy új dolgokkal, tehát hogy nem is úgy, hogy új dolgokkal, hanem hogy tulajdonképpen az előző részt csinálták meg egy kicsit újabb bőrben, hanem úgy hoztak bele új dolgokat, mint például a hajó meg a repülő meg ezek. Na, kaptunk ismét 1200 followert. Aha, még a populár lenne a következő szint, vajon? Most ugye rookie vagyok, ilyen rookie ilyen kezdő? Azt hiszem talán az a rookie pontosan. Street Racing Family. Nagyon, nagyon ott vannak ezek az effektek. That was some fine racing, which means you punched a ticket to the spot, the place where the street racing community hangs. I'm part of the crew here that's looking to take what we do legit. Viszont azért remélem, hogy bizonyos elemeket ugye a nagy pálya az oké, hogy megmaradt. De remélem azt megtartják, hogy például az egészet be kell járni, hogy oda tud tépézni, ugyanúgy sok player látszódik a térképen, és stb. 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 Egy Mazda RX-7-es is mellett a középen? You gotta buy those. Win enough races, get enough cred, and you'll get to play with all sorts of toys. Drifting, drag racing, you get the idea. You gotta run, and you gotta win. Akkor a különböző jármű típusokon belül is megmaradtak ezek a többrétű versenytípusok, úgymond. Itt beszél gyorsulási versenyről, meg minden csomóféléről. Street race. Na, lássuk.
Oké, okay, akkor gondolom itt is van egy free car. Ah, ez a free vilék, viccelsz velem. Na lássuk, select. Akkor, ja várjunk csak, van egy olyan érzésem, most hogy így végig gondoltam, hogy most kiírta a szinteket, hogy itt négy autó látható, ugye ez az első szint, amit most felállokoltunk, aztán ez lesz majd a következő, a harmadik, az meg a negyedik, ahol majd ugye az autókat kiválasztjuk, akkor nézzük meg, mi van az egyes szinten. Szóval akkor az előzőnél a motor például az egy külön kategória, most hangosan gondolkodtam. Jó, hát hogyha más nem, akkor sajnos ezt a Mustangot kell megvennünk. Mert nekem ez, bocsánat, de ez a, az MX-5-ös ez nem tetszik. Sajnos Mustanggal kell majd valószínűleg beérnünk, hát borzasztó nagy. Egy Audi is van. Hát, az se rossz. Ez 20 ezer ez a Jeep. Kedileg Eldorado, ez feelinges, ez a gyenge ponton mondjuk. Milyen motor? Azt figyeljétek, Harley Davidson. És tényleg a crew az, akire megvannak az eredeti autók. Gondolom megvan rájuk a licenc, aztán... egy Impala! Ugye az első részben azzal mentünk. Ez is de jól néz ki. Camaro SS. Ha, itt a kedvencem! Ezt majd nyilvánvalóan meg fogom venni, hogyha lesz rá alkalmam és lehetőségem. Illetve, hogyha megveszem a játékot, akkor biztosan... ez is! Igen, ez a 70-es verzió, ez egyen újabb, mint az előző Dodge Charger. Nem, ez Challenger, az meg Charger volt, azt hiszem. Ő Charger, és ő 69-es, az meg Challenger és 70-es. Ez is nagyon tetszik, ez is nagyon szép autó. Hát azért itt az újabb Challenger is, of course. Egy M2-es BMW. Egy 5-ös, ez 2011-es. Kíváncsi leszek, hogy bizonyos autótípusokból mennyi lesz felelhető. Rengeteg autó van amúgy, nagyon sok, most nagyjából így még ugyanabban a kategóriában vagyok, gondolom, nem? Nem megyek fel a következőre. De jól néz ki ez is. Itt is egy újabb Challenger. Ez egy Dodge Viper lesz, aha. Ubisoft Clubos, Ubisoft Club Exclusive, az Aston Martin. Hát ilyet. Hallatlan. Aha, az is egy Viper. Gondolom egy újabb féle. Icon 100. Az mit jelent, hogy Icon 100? Ezt akarom. Gondolom, az valamit majd teljesíteni kell. Ó, van itt. Vannak itt szuper autók amúgy. Na várjatok. Most végig görgettük az összeset. Aha, most lecseréltük a legdrágább autóra, hogyha itt kezdek el. Ja, mert... Jaj, de hülye vagyok, hát ez is külön lesz. Hát most itt ugye, megvannak ugyanazok az autók, csak ugye ezek drift. Tehát van drift. Ez a drift. Ez lesz akkor a... Ez micsoda lesz? Ez lesz a drag race, aha. Ez a drag race. Talán az előző, vagy az előzőre, vagy update-ként érkezett. A rendőrautók jöttek, vagy Nissan Skyline. Nem? Azt hiszem ez az... Aha, ez a Skyline, jó. Oké. És ő lesz a hiperautó. Azt figyeljétek. Na jó. Itt a kedvencem, Agera R. Nyamika. Nyom. Jó, most itt nagyon belemerültem az autókba, kicsit átnéztük, hogy milyen autók vannak, gondolom azért sok embert főleg az autók mozgatnak. Visszajövök ide még egyszer, gyorsan itten végigpörgetjük. Nagyjából azt néz, így oldalról, ez egy Merci, McLaren, igen. Milyen árban mozognak itt? Már van 400 ezer körül autó, ugye ilyen bucks pontér. Nissan GTR az 373, azért van ára. Ez micsoda? Bentley Continental, na, hogy Andris ezt meglátja, ez biztos ez fog neki kelleni. Ez a kedvenc autója. Oké, Aston Martin ez is. Ez hanyas BMW? Ez a 4-es. Meg lehet nézni ezeket amúgy körbe majd biztosan. Ja, hát kiválasztom és akkor úgy. De ez is jól néz ki, hogy ez a kocsi. Azonban csak 18 ezerünk van, nem tudok. Tetszik, nagyon tetszik ez a BMW is.
ez az ötös is eszmehető királyul néz ki. El tudném képzelni egy-két jó szín kombinációba. Lehet, hogyha majd megveszem a játékot, akkor ilyenünk is lesz. Jó. Vannak még itt. Hát ezeket nagyjából néztük. Az már itt az eleje lesz akkor, hogyha itt a izé. Na visszamegyünk az elejére és megvesszük a kocsinkat. Hát sajnos, sajnos gyerekek, be kell érnünk egy... ezt majdnem meg tudom venni. Silverado. Sajnos be kell érnünk ezzel a Mustanggal. Várja, hogy választok neki colort? De beteg ebben a színben. Ezt akarom. Erre már legalább van többféle. Változott valami? Valaki? Aha, van változás. A második jobban néz ki. Ez jobban néz ki. Oké. Get your free vehicle! Sajnos, egy Mustang ingyenes. A valóságban mondaná ezt nekem valaki, hogy hát sajnos csak egy ingyenes Mustangot tudunk neked adni. Cool. Aha, és fel is elokoltuk az autós versenyeket. És akkor ezek lesznek ilyen... megnézem. Ezek lesznek gondolom ilyen nagyobb ilyen rendezvények, mint gondolom az egybe is voltak. Ezt be tudom zárni, ugye? És akkor kirak az utcára. Ó, van freeride, ez az. Aha, van friend system. Ugyanaz megmaradt. Ez jó volt amúgy a crewban, tehát hogy tényleg a haverjaitokkal együtt tudtok játszani. Ez kell is. És hogy nyitom meg a térképet most, ha? Ezt soha senki nem fogja nekem elmondani. Ja, most elkezdtem érni, bocsánat. Na, ha tével kezdek el írni. You can go back and forth on the timeline to find that one perfect moment. Jaj, kicsit ki akartam tenni a segít, ez nem is kerül. Jó hangja van az autónak, azt kell mondanom, hogyha minden autó így megvan csinálva, ez tök király. Nagyon tetszik gyerekek, hogy őszinte legyek. Nem tudom körbefordítani a kamerát, ha éppen megyek. Nagyon mortos. Kicsit vastag rajta a gumi, bár hát... lehet, hogy ez nem probléma. Don't forget, you can open the map and see if there are any activities available anywhere. Ezt nem adott komolyan. Itt meg tudom magam nézni? Jézusom. Ahogy látom, hogy már merre... hogy merre megyek. Ja, hogyha vissza akarok menni a HQ-ra. Nem. Back. Hogy tudom mozgatni a térképet? Most megnyitottam a jobb klikket. Jobb klikkel visszatesz az autóhoz, jó. Itt ismerkedek a térképpel egyelőre még. Ezzel zoomolok ki. Oké, kizoomolok. Ha gondolom, hogy tudjon, hogy megvannak ezek a hidegebb részek. Valahogy ide tudok. Nem tudok szerintem sehogy sem gyors utazni. Mindegy, érdekes lesz gyerekek a Crew 2. Ha megmarad az ugyanaz teljes mértékben, mint az egyben, tehát ez a fedezd fel és menj végig az egész pályán, ami tele van ugratókkal, fejlesztési lehetősége, stb. Ez nagyon király lesz. Kiegészítve ezekkel a több járműves lehetőségekkel. Érdekesnek ígérkezik hozzá maga stílusát a játék, vel abszolút nincsen gond. Írjátok meg kommentbe a véleményeteket, hogy nektek hogy tetszik. Szerintem a zárbét alatt még biztos fogunk játszani, mert majd a többiekkel is fogjuk majd együtt nyomni szerintem. Egy kicsit. Úgyhogy meglátjuk. Az, hogy meg fogom-e venni, ez részben majd tőletek is függ, hogy szeretnétek-e látni majd Crew-t, illetve Crew 2-t, bocsánat, mert az egyen már nem valószínű, hogy fogunk játszani. Úgyhogy... komment szekcióba vélemények alapvetően a játékról, esetleg, hogy a későbbiekben mennyit foglalkozunk vele. Nyugodtan jöttek, srácok! Én Starkoltam, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve, hogyha szeretnétek és még nem tettetek meg, akkor iratkozzatok fel. Jók legyetek! Sziasztok!